A felmelegedés hatására egymás után nyílnak a tavaszi vadvirágok a Kiskunsági Nemzeti Park védett területein is. A fülöpházi homokbuckás vidéken a déli lejtőkön megjelent a homoki pimpó sárga virágcsoportja. Ez a homokos, meszes talajokat kedvelő benszülött növényt április derekán szokott tömegesen virítani. Ekkor a Bugaci pusztán is feltűnő sárga virágmezőket alkot. A tavaszi növények sorában a kék csillagvirág jelent meg nagyobb számban. Elsősorban a nedvesebb, árnyékos helyeken. Régebben húsvét tájékán virágfüzetéből festékanyagot készítettek a tojások festéséhez, de ma már szerencsére egyszerű festési eljárások is vannak. A város környéki gyepeken és parkokban is feltűntek a százszor szép apró virágai, és sokfelé virágfürtöktől sárgálanak az aranyesők bokrai. Amire a növényvilágnak nagyon szüksége lenne, az egy kiadós tavaszi eső.